Moson-Magyaróváron sok a kertes ház, az itt élő kutyáknak van elég helye a mozgásra, panelban élő társaiknak azonban nincs. Az ő számukra készült ez a mögöttem látható eglitipálya. Ezzel az eszközzel például mérleghintázni tudnak a kutyusok. A meleg januári idő kicsalogatja az utcára a város lakóit. Egy kiadós sétához házi kedvenceink is szívesen csatlakoznak. A kutyusok felhőtlenül élvezik a játékot és a rohangálást. Azonban nem mindenki nézi ezt jó szemmel. Makai Vilmosné is találkozott már negatív megnyilvánulással. Nagyon kevés, ahol a kutyával lehet sétálni, mert mindenhol szidják a kutyásokat, úgyhogy egyesek nagyon nem szeretik a kutyásokat. König László 13 éve tart állatokat. Szerinte a kutyásokat érő megjegyzéseknek sok a valóság alapja. Ezek megszüntetéséért maguk a gazdák tehetnék a legtöbbet. Főleg akinek kutyája van, hogy hát a kutya szemetet szedjék össze, mert ahogy kijönnek a panelba, a kutya leül, ott is hagyja. Az ember elnéz jobbra-balra, csak hogy ne lássa, hogy a kutyája mit csinál. Az önkormányzat pár éve kialakított egy úgynevezett agility pályát a városközpontban. Itt egy-két játékra már ráférne a felújítás. A várost megkerestük a témában, nem kívántak nyilatkozni. Azt azonban elmondták, hogy nagyobb fejlesztéseket nem terveznek ebben az ügyben.